Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te látóvá és hallóvá akarsz bennünket tenni a te szereteted által. És köszönjük, hogy láttatni akarod velünk azt az utat, amit számunkra készítettél el. Láttatni akarsz velünk igazságot, valóságot, és nem akarsz előlünk eltitkolni semmit, ami minket elveszíthetne. Köszönjük, hogy hallatni akarod velünk a te hangodat, hogy ne tévelyegjünk és ne kelljen nekünk keresgélni és mindenkire hallgatni. Áldunk téged azért, Urunk, hogy így akarsz vezetni és megőrizni bennünket ebben a világban. Urunk, hadd lássuk meg ma délután azt, hogy kire hallgatunk és hová tart a mi életünk. Köszönjük neked, hogy elkészítetted a te igéd üzenetét. Tégy bennünket hallókká, befogadókká a te igéd felé. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te törődésednek, a te gondviselésednek a jele. Áldunk mindazokért, akik élnek ezzel, akik táplálkoznak a te igéddel, és engedik magukat vezetni a te igéd által. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád magunkat, hogy számíthatunk a te vezetésedre, a te gondoskodásodra naponként. Urunk, hadd tegyük ezt most is. Légy itt, kérünk, közöttünk, és szólíts meg a te igéd és lelked által, mi pedig hadd legyünk meghallói és befogadói a te szavadnak. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 10. részéből olvasom, a 10. rész első 3 verséből az igét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A János evangélium a 10. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. A jó pásztor példázata áll előttünk, amit Jézus azért mond el, mert szeretné segíteni mindazokat, akik ott éltek az ő környezetében, akik talán összezavarodva vagy megtévesztve voltak, mert olyan vezetők álltak az élükön, akik őket félrevezették. Jó lenne, hogyha meglátnánk ma délután azt, hogy az, ami elhangzik a jó pásztor példázatában, azt Jézus segítő szándékkal fogózónak adja az ő juhai számára, hogy az ő juhai ne tévelyegjenek. Azt mondja el Jézus ebben a példázatban, hogy hogyan lesz kapcsolat a jó pásztor és az ő juha között. Azoknak szól ez, akik kapcsolatba akarnak kerülni Jézussal, és meg akarnak maradni ebben a kapcsolatban. Olyan figyelmeztető jelek ezek, amiket Jézus elmond, ami alapján felismerheti valaki, hogy ki a jó pásztor. Jézus nem rögtön magáról beszél ebben a példázatban, hanem előbb Jézus beszél azokról, akik nem jó pásztorként jönnek, hanem így említi Jézus őket, hogy tolvajok és rablók. Nem tagadja Jézus, hogy vannak ilyenek. Vannak ilyenek. Léteznek, és ma is léteznek ilyenek. És nem titkolja el azt, hogy vannak mások is, akik az életünkre és a lelkünkre pályáznak. Tolvajok és rablók, akik nem azért jönnek, mert jót akarnak, nem azért jönnek, mert valami jó szándék vezérli őket,
és nem is azért jönnek, mert segíteni akarnának a juhokon. Hanem azt mondja Jézus, éppen azért jönnek, mert tolvajok és rablók. Nem megmenteni jönnek a juhokat. Ez azért fontos, testvérek, mert amikor valaki bajban van, akkor általában minden közeledést jó fogad, pozitívan fogad. Azt hiszi, hogy mindenki, aki jön, segíteni jön. Mindenki, aki közeledik felém, a segítő jobbot fog nekem nyújtani, mert én vagyok a bajban lévő, ő meg nem az, úgyhogy biztos azért jött, hogy segítsen. A másik fontos dolog, hogy aki nehéz, nyomorult helyzetben van és bajban van, az kiszolgáltatott helyzetben van. Nagyon könnyű kihasználni az ilyen embert, és nagyon könnyű megtéveszteni az ilyen embert. Azt mondja Jézus, ezek nem azért jönnek, mert segíteni akarnak, hanem azért, mert el akarnak venni valamit tőlünk. El akarják venni mindazt, amit nem tudnak másképp megszerezni, csak tolvaj és rabló módjára. Így válik nagyon sok ember kisemmizett emberré, hogy nem figyel arra, hogy kire hallgat. Nem figyel arra, hogy akire hallgat, az milyen szándékkal közeledik felé. És Jézus nem titkolja ezt el, hogy vannak olyan jelentkezők, akik ártó szándékkal jönnek, és ártó szándék van az ő céljaik mögött. Nagyon fontos az, testvérek, hogy mikor mondja el Jézus ezt a példázatot. A vakon született története után mondja el, amikor nagyon sok ember szembesül azzal, hogy milyen vezetőik vannak. Amikor tisztán látszik mindenki előtt az, hogy ezek a vezetők mindenkit gyűlölnek, és még azt az embert is, aki évek után visszakapta a látását, azzal is úgy bánnak, hogy kidobják maguk közül. Nem tudnak örülni semminek, ami jó, és nem tudnak együtt örülni azzal, akinek öröme van. A saját fajtájukat kidobják. Volt ennek a példázatnak célja is. Mert az ő tanítványai is, meg az ő hallgatói is látták azt, hogy mi történik azzal, akivel Jézus törődik, akit Jézus látással ajándékoz meg, akinek helyreigazítja az életét. Hogy a saját vezetői, akik arra hivatkoznak, hogy mi ismerjük az írásokat, meg Mózes tanítványai vagyunk, azok se tudnak vele együtt örülni. És Jézus nem titkolja el, hogy vannak olyan pásztorok, akik gonosz vezetői a nyájnak. Olyan pásztorok, akik kifosztják a juhokat. Mond Jézus róluk egy másik ismertető jelet is. Jó lenne, ha ezeket számba vennénk és szem előtt tartanánk életünk minden idejében, mert nagyon könnyű eltévedni. Egy következő ismertető jel, amit Jézus elmond róluk, hogy ezek nem a kapun, nem az ajtón mennek be a juhok aklába, hanem máshol hatolnak be, így mondja Jézus, máshol másznak be. És nagyon hangsúlyos ez, amit Jézus mond, hogy ezek ilyen gonosz szándékok, akik belemásznak az ember életébe. Ha kell, ha nem jönnek. Azok állandóan, hivatlanul is ott vannak. Mintha zaklatnának. Nem egyenes szándékkal jönnek, hanem gonosz szándékkal. Kikről beszél Jézus? Azokról, akik nem fedik fel a szándékukat. Testvérek, ez nagyon fontos dolog, mert Jézus többször elmondja, hogy olvassuk a János evangéliumát, meg a többi evangéliumot, többször elmondja, hogy én azért jöttem, hogy. Jézus elmondja az ő szándékát. Na ez az, amit nem tesz meg a gonosz pásztor. Ez az, amit nem árulnak el azok, akik ártó szándékkal közelednek.
Jézus felfedi azt, hogy ezekből az emberekből hiányzik az őszinte, egyenes és tiszta beszéd. Innen lehet felismerni őket, hogy ők nem jó pásztorok. Ilyenből viszont van sok. És nem is titkolja ezt el Jézus. Sok olyan közösség és sok olyan gyülekezet van, ahol nem a lelkek megmentése a cél, hanem a lelkek megszerzése a cél. Hadd mondjak el egy olyan dolgot, ami itt még nálunk ismeretlen, de tőlünk nyugatra egyre inkább ismert. Úgy működik ez Amerikában, hogy ha valaki elvégez egy teológiai szemináriumot, kap egy engedélyt arra, hogy gyülekezetet alapítson. Ha gyülekezetet alapít, onnantól kezdve olyan néven van bejegyezve a gyülekezet, amilyenre ő akarja. De onnantól kezdve ez vállalkozásként működik, és minden pénz az övé. Ezért van Amerikában nagyon sok milliómos prédikátor, akiknek több ezres hallgatósága van, akiket sokan mi is hallgatgatunk, mert ők ezt vállalkozásként csinálják, és az a lényeg, hogy minél több embere legyen. És egész csapat dolgozik azon, hogy minél nagyobb nézettsége, meg híre legyen ezeknek az embereknek. És lehet, hogy nekünk ez még új dolog, de el fog ez ide érkezni. És Jézus elmondja ezeket a dolgokat, mert figyelmeztetésnek szánja. Hogy vigyázzunk ezekkel, mert ezek nem megmenteni akarnak, ezek nem segíteni akarnak rajtunk, hanem minket akarnak megszerezni. Valamit el akarnak venni tőlünk, és nem adni. Arra figyelmezteti a nyájat, hogy ne hallgassunk mindenkire. Testvérek, vannak kedves, jónak tűnő, füled gyönyörködtető prédikátorok, akik általában azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Jézus beszél ezekről, mikor azt mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben. De utána azt mondja, ne higgyetek nekik. Ezek nem célba vezetni akarnak, meg valójában nem is érdekli őket, hogy mi lesz velünk, hanem félre vezetni akarnak. És az, amiről itt Jézus beszél, az már egyre inkább aktuális. Itt a mi közösségeinkben annyira nem, de beljebb Ukrajnában már rengeteg ilyen van. És tőlünk nyugatra is nagyon sok ilyen közösség van, ahol egyre inkább előtérbe helyezik az embert, előtérbe helyezik az elfogadást, az együttérzést, a szeretetet. Csak nem beszélünk a bűnről. Nem beszélünk a bűn következményéről, meg a bűn okozta mélységekről, meg sötétségekről. Nagyon sok életmód tanácsadás hangzik el, hogy mindenhez neked csak Jézusra van szükséged, és minden rendben lesz az életedben. Olyan jó hangzanak ezek. Hát ki szereti, mikor mindig a bűnről van szó, meg mindig meg kell térni. És ezek a közösségek egyre inkább keresettek. Egyre nagyobb igény van ezekre. És egyre több embert vonz ez, mert az embernek szeretet éhsége van. Csak ezt a szeretetet emberek között találja meg, és nem tapasztalja meg a Krisztus mentő szeretetét. Nem is nagyon számít az ezekben a közösségekben, hogy milyenek vagyunk, mit hordozunk, hogy a hétköznapokban kik vagyunk, hanem inkább az számít, hogy hogy adják elő magukat. Tetszik nekem, vagy nem tetszik. Ugye ma ez már sokkal könnyebb, mert ami nem tetszik, arra kattintok egyet és kikapcsolom. Ami tetszik, azt meg meghallgatom. Lehetőséget nyit nekünk ma már a technika arra, hogy egyre több minden szivárogjon be az otthonunkba, és egyre több minden szivárogjon be a gondolatvilágunkba. De vajon
Jézus is így beszélt, ahogy ezek az emberek beszélnek? Jézus is maga köré akarta gyűjteni csupán az embereket? Jézus hallgatóságot keresett magának? Vagy lelkeket akart menteni? Nem mindegy. Jézus nem csupán a szeretetről beszélt. Mert sokan ezzel jönnek, hogy Jézus is arról beszélt. Ezt inkább így kellene mondani, hogy Jézus beszélt erről is. De mellette beszélt az Isten ítéletéről, meg a bűn következményéről. Körülbelül ugyanolyan mértékben, mint a szeretetről. És ez így teljes. Ez így ad nekünk valós képet. És Jézus azért mondja ezt el, mert ez egyre inkább aktuális lesz majd a jövőben, hogy emberek nagyon szívesen mennek majd olyan közösségekbe, olyan gyülekezetekbe, ahol nem fognak nekik beszélni a bűneikről és a bűn következményeiről. Vajon Jézus is hagy maga után egy csomó kétséget? Nemrég beszélgettem valakivel, aki bejárt mindenféle szabadkeresztény gyülekezetet, és megkérdeztem tőle, mi volt ott a jó. Hát ugyanezeket mondta el, amiket én mondtam el az előbb, és megkérdeztem, hogy és mi volt a rossz. Azt mondta, hogy mindig úgy jöttem el, a nagy csodatételek után, meg a nagy ájódozások után, hogy mindig maradt bennem valami kétség, hogy vajon ez az Istentől van? Vajon ez így helyes? Vajon erre van szükségünk? Testvérek, ami tiszta, ami az Istentől jön, azt mindig onnan lehet felismerni, hogy nincs utána kétség. Ennyi. Nem marad bennem egy csomó kétség, hogy vajon ezt az Úr így gondolta, vagy nem így gondolta. Hanem amit ő meg akar velem értetni, azt meg fogja velem értetni. Amit ő nekem el akar mondani, azt világosan el fogja mondani. És nem kétértelműen, meg háromértelműen, nem féligazságokat fog elengedni, hanem a valós, teljes igazságot. Vajon véletlen az, hogy Jézus úgy beszél magáról ebben a példázatban, hogy én vagyok a juhok pásztora, és a juhok pásztora a kapun megy be. És úgy folytatódik, hogy annak az őr ajtót nyit, a juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig nevükön szólítja a saját juhait. Na ez a jó pásztor ismertetője. Hogy ő nem bemászik az életünkbe, nem valami hátsó szándékon, hátsó ajtón jön be, hanem szemből jön. Az ajtó. Neki nem áll szándékában minket megtéveszteni. Neki nincs mit elvenni tőlünk. Hanem ő megmenteni jön. Ezért ő egyenesen közeledik az ember felé. Testvérek, Jézus olyan dolgokat mond el magáról, amit csak azok fognak szem előtt tartani, akiknek jó pásztorra és jó vezetőre van szükségük. Ma is van nagyon sok ember, aki mindenevő, mindent meghallgat. És olyan is az élete, mint amikor mindent összeeszik valaki. De Jézus elmondja, hogy a jó pásztor az a kapun megy be. Nem titkolózik, és nincs mögötte semmilyen hátsó szándék. A másik, hogy azért, mert Jézus a kapun megy be, ez azt jelenti, hogy ő igazat fog nekünk mondani. Mert neki nincs szándékában mellé beszélni. Nincs értelme mellé beszélni. És nem féligazságokat fog nekünk mondani. Nem olyan dolgokat, ami után tele leszünk kételkedéssel, meg összezavarodottsággal, hanem olyat, ami egyértelmű és tiszta.
Nagyon sok emberrel találkoztam, akik össze vannak zavarodva. És hadd mondjam el, testvérek, hogy általában azok vannak összezavarodva, akik összehallgatnak mindent. Ez ezt mondja, az meg azt mondja. És már egyáltalán nem az a döntő, hogy mit mond az Úr, hanem hogy ez mit mondott, meg az mit mondott. Vajon Jézusnak ez a szándéka? Hogy jól összezavarja az övéit? Nem. Éppen az, hogy hallják az igazságot. És testvérek, aki előtte ajtót nyit, az az igazság előtt nyit ajtót. Aki úgy ül le a reggeli csendességéhez, vagy bármikor, amikor leül igét olvasni, vagy igét hallgatni, hogy Uram, én előtted akarok ajtót nyitni, az számíthat arra, hogy én az igazságot fogom az Úrtól hallani. És ez egy nagy ajándék. Ez egy nagy kegyelem, hogy aki Krisztus előtt nyit ajtót, az igazságot, igazság előtt nyit ajtót, mert ő maga az igazság. Ezt mondja Jézus. Aztán azt mondja Jézus, hogy ő hallatja a hangját. Ez azt jelenti, hogy nem a juhoknak kell kitalálni, hogy vajon az Úr szólt, vagy nem az Úr szólt, hanem ő hallatja a hangját, a juhok pedig hallgatnak rá. Nincs kételkedés, hogy vajon Jézus szólt-e, vagy valamilyen más lélek szólt. Ez az ő gondoskodó, pásztoroló szeretetéről szól. Ahogy az ő nyáját pásztorolja és vezeti. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy ő beszélő viszonyban van az övéivel. Nem hallgatói jogviszonyt kapunk, hogy onnantól kezdve csak hallgatunk, ő megbeszél, hanem lehet őt követni, és így lehet vele közösségben lenni. Ismeri az övéit. Névről. Felfigyeltünk, hogy a tolvaj és rabló pásztorokról ezt nem mondja Jézus. Hogy ismerik? Nem is akarják megismerni. Nem is akarnak kapcsolatba lenni a juhokkal. Nekik az kell, amit a juhok adni tudnak. És nem megmenteni akarja őket. Testvérek, a Biblia nem sokat beszél vezetésről, de még inkább beszél a vezetőről. És Jézus ebben a példázatban éppen arról beszél, hogy milyen vezetői lehetnek az embernek. Milyen pásztorai lehetnek az embernek. És elmondja, hogy igen, lehetnek tolvaj és rabló pásztorai is, mint ahogy vannak is nagyon sok embernek és nagyon sok közösségnek. De Jézus úgy beszél magáról, mint a jó pásztorról. Az a kérdés, hogy nekünk ma élő embereknek mire van igényünk? Van-e igényem arra, hogy nekem az Úr mindig igazat mondjon? És jó lenne ezt ma délután átgondolni, hogy erre van-e nekem mindig igényem? Szoktam-e egyáltalán kérni ezt az Úrtól, hogy Uram, te mondj nekem igazat? Ez csak az az ember fogja kérni, testvérek, aki szereti az igazságot. Szereti az Urat. És azt tudja, hogy az Úr neki mindig igazat fog mondani. Aztán akarom-e, hogy az Úr személyesen nekem mondjon dolgokat? Akarom-e, hogy személyesen engem vezessen, és az én vezetőm legyen? Jézus nem azt mondja, hogy állj be valami közösségbe, és akkor úgy, ahogyan a csorda szellemmel szokott történni, megyünk a többiek után. Nem. Jézus nem azt mondja, hogy az ő juhai a többi juhok után mennek, hanem ő utána mennek. Ez a nagy különbség, ami azt jelenti, hogy van személyes vezetés. Nekem nem azt kell csinálni, amit mások csinálnak, persze vannak közösségi dolgok, amit együtt kell megélnem, hanem azt jelenti, hogy ő ismer engem,
és kész engem személyesen vezetni. De nyitva hagyja Jézus a lehetőséget, hogy választhatunk mi magunknak más vezetőt is. Olyat, akire hallgatunk. Aki lehet, hogy nem igazat fog nekünk mondani, de kedves dolgokat. Lehet, hogy féligasságokat fog, de azt, ami már fáj, azt már nem fogja kimondani. Csak mi lesz ennek a következménye? Nagyon sok kifosztott életű ember van, mert olyan vezetőt választott magának, aki tolvaj és rabló. Ez a gonosz. És a gonosz emberei. Testvérek, lehetőséget ad az Úr arra, hogy mi megválasszuk, hogy ki legyen a vezetőnk. Minden nap meg kell ezt tenni. Minden nap, amit elkezdünk, el kell dönteni, hogy kire fogok hallgatni, és ki után fogok menni. Jézus hallatja az ő hangját, csak kérdés, hogy én ott vagyok-e, ahol ő hallatja a hangját. Mindig kétséges annak az embernek az élete, meg a célja, aki megelégszik azzal, hogy nagy ritkán bele-bele hallgat abba, amit az Úr üzen. És ő úgyis jó irányba tart. Nem biztos, hogy jó irányba tart. A gonosz mindent meg fog tenni azért, hogy félrevezessen. Jézus úgy jön, mint jó pásztor. Úgy jön, mint teremtő. Na ezért ismeri az övéit. A tolvaj és rabló nem ismeri, mert nem ő a teremtő. És Jézus itt elmondja ebben a példázatban az ő igényét, hogy ő igény tart az ő teremtményeire, nem akarja őket hagyni elveszni. Ezért mondja azt Jézus, hogy ő kivezeti az övéit. Kivezeti a bűnből. És csak azt tudja kivezetni, aki hallgat az ő szavára. Testvérek, azzal a békességgel ülünk-e ma itt, hogy jó pásztorunk, jó vezetőnk van Jézus Krisztusban. Megvan ez a lelki békesség. Ez egy olyan bizonyosságot ad az embernek, amivel tudja, hogy hová tart. Nem kell minden nap kétségbe esetten kérdezni, hogy mi lesz velem, meg merre tart az életem. Mert ott van az a szívbéli bizonyosság, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szükölködöm. Füves legelőkön legeltet engem. És még lehet sorolni azt a rengeteg áldást, amit ebben a közösségben kap meg az ember. De pásztora-e Jézus a mi életünknek. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy igényt tartasz ránk, és köszönjük, hogy te keresel meg az igazsággal, és köszönjük, hogy te az ajtón jössz be, és hadd kérjünk téged arra, hogy ne szűnj meg bennünket keresni. Hadd tudjunk neked ajtót nyitni, Uram, minden egyes alkalommal, amikor közeledsz. És hadd legyünk azok, akik halljuk a te hangodat, és követünk téged. Urunk, csak a te követésedben van biztonság. Bocsáss meg nekünk, amikor másra hallgattunk. Amikor emberi tanácsokra, ötletekre hallgattunk. Amikor gonosz sugallatokra hallgattunk. Amikor kedvesnek tűnő beszédekre figyeltünk. És félrevezettek bennünket. És összezavarodottan, eltévejedve éltünk és jártunk. Urunk, köszönjük, hogy neked nincs semmilyen hátsó szándékod. Te magad vagy az igazság. És hadd köszönjük meg ma mindazoknak az életét, Uram, akik ajtót nyitottak neked, és te pásztorukká lettél. Áldunk téged azért, Úr Jézus, hogy nem szűnsz meg őket vezetni. És hadd könyörögjünk ma délután figyelemért, hogy halljuk a te szavadat, és figyeljünk a te vezetésedre, hogy célt ne tévesszünk, el ne tévejedjünk, hanem célba érjen a mi életünk a te országodba.
És hadd kiáltsunk ma azokért is, akiknek még nem vagy pásztora, akik még mindenre figyelnek, mindennek a fogyasztói. Uram, te látod, hogy milyen veszély leselkedik ránk, és ez egyre közelebb van. Amikor majd annyian jönnek és igényt tartanak a mi lelkünkre, és mindarra, amit tőled kaptunk. Urunk, segíts, hogy ne szédüljünk meg, ne tántorodjunk meg, hanem tudjunk csak rád figyelni. Köszönjük, Urunk, hogy te így szeretsz, így akarod pásztorolni és vezetni a mi életünket. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket a következő héten is. Adj nekünk bűnbánatot, adj nekünk rád való odafigyelést, és mi hadd legyünk azokkal a gyermekeiddé, akik meg nem szűnnek követni téged. Így kérünk, hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imádságainkat is. Hallgass meg minket, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.